Szevasztok, ez itt a Green Light, ez pedig egy kis Tauri Wolf, rég volt már, úgyhogy nyomatjuk megint egy kicsit. Nem túl sok időm van, mert még a tatarozásnak a végén járunk, tehát most maránylag készen van minden, csak ugye bár át kell építeni az egész cuccot. Mármint a szobát, mert nem úgy lesz, ahogy régen volt. Bútorcsere, felfúrhatós polcok, stb. Ugyebár az anyagvilág se egyszerű dolog, de még vannak kisebb-nagyobb hibák, úgyhogy itt ezeket orvosolni kell, ami nem egy perces feladvány lesz, tehát ezért vannak ritkásabban a videók. Igyekszem nem el... Ez hol van ez? Igyekszem a videókat az egy kicsikét most sűrűbbre venni. Pláne WoW terén, mert a csatorna egyik fő profilja a World of Warcraft, mint a tört szerver, pontosabban privát szerver, mind akár az eredetit is nézzük, tehát eredet is. Aki úgy már régebbről ismeri a csatornát, azt tudja, miről van szó. A maket felszerelésem eléggé hiányos, tehát én múltkor a Warhammer figurák már meg az volt a szerencse, hogy nem kellett teljes mindent használni, mert gyakorlatilag szinte sorjamentes volt az egész. Áll az égnek. És a sorjázó késém teljesen eltűntek, bár már ott van. Három darab építetlen 1.48-as repülőgép makett. Pár nap múlva rendelem a izét. A következő Warhammer adagot és a következő vámpírkártya adagot. Tehát nem szarral gurítunk, sőt lesz egy videó, sőt mi több. Ezt most lesz. Kurva életben. Lesz az Inzercoin Egyesületnek egy rendezvénye is Gödöllőn, amin elméletileg megjelenek unokatesómmal. Úgyhogy lesz egy kis ilyen kiállítást lefilmező videó is, már hogyha nem kötnek, nem állnak belénk. A rendezvénynek a főnökei. Hasonlóra már volt példa, bár nekem személyesen nem szóltak. Például volt egyszer egy pankráció rendezvény, ahol felvételt készítettem. Nem tiltott, megnézem, már lehet, hogy letiltatták a felvételt, ki tudja. És az a lényeg, hogy akkor az, utána az első pankráció mérkőzés, ami volt, amit ezeknél a magyar szervezetnél, nem mondom ki a nevüket. Nem mondtak semmit se a fényképezésről, se a filmezésről. Viszont a következő fellépésüknél, tehát két hónap múlva, miután kikerült egy vágott videó a meccsről, rögtön a kommentátor műsorvezetőbe is mondta, hogy nem szabad felvételt készíteni. Hát valószínű szólt, látták a felvételt, Green Light-osat, mondta, egy elég szép 40 perces montást csináltam. Gyakorlatilag, nem tudom, full HD volt, azt hiszem. Lehet, hogy 720p volt, nem tudom, hogy... Aztán lehet, hogy 720p volt, hogy maradjon el. Gondolom, lehet, hogy így úgy gondolják, hogy rontja az üzletet, tehát... Mert ha valaki, nehogy Isten, megnézi YouTube-on, akkor már nem fog elmenni meccsre. Elég maradi gondolkodás. Igazából azok fognak meccsre menni, akiket érdekel ez az egész. Tehát elhivatottak a pankráció iránt. Aki meg akarja nézni, videón az úgyse fog elmenni. Tehát egy olyan, mint egy koncert.
Tehát, mint a zenekarról felveszel egy koncertvideót, vagy bármit, és a zenekar attól kezd rettegni, hogy akkor már nem fognak az emberek koncertre járni, mert fú, megnézik videón, az kész. Aki meg akarja nézni, az úgy is megnéz, aki meg el akar menni, az meg rajongásból elmegy. Hát úgy tűnik, hogy... Szerintem fú, szar helyen vagyok. Bassza Isten. Na mindegy, azóta annak a izének nem is Pankrátor szervezetnek nem is foglalkozok a közvetítéseivel. Tehát úgy értem, nem is teszek ki róluk videót, igazából már meccseikre se járok. Tehát mondjuk én egyet mondok, hogyha például amerikai VV-je kirakja az internetre a videóit, úgyhogy nem kér érte pénzt. Vagy ugye már YouTube-on lehet látni wrestlinges meccseket. Akkor akkor ez a kis magyar szervezet most miért csinálja ezt, hogy... Nem azt mondom, hogy nekik is meg kell valamiből élni, de szerintem elég jó belépő jegyet szednek. Meg a merge-et azért is azért például vannak neki merge pultjaik. Elég rohadék módon árulják, hogy mit mondjak erre a dologra. Úgy például volt egy Pankráció csapat, ugye több csapatról szólt fel a dolog. És most egy picit bedurul a helyzet. Tehát ilyen tímek voltak. És a tímenként árultak a merch pultoknál különböző cuccokat, fejkendő, plakátot, sapkát, pólókat. Az abszolút nincsen gond. Csak ugyebár így elkezdik, behirdetik ugyebár, hogy akkor ez a team így van. Lehet értük rajongani, lehet őket nézni. Hordhatod a pólóikat, mindent, tehát ez egy teljesen elfogadott dolog, hogyha rajongó vagy persze. És utána kitalálnak egy iszonyat szar alapsztorit, hogy akkor, na akkor ez a team most megszűnik. Viszont így a merge-ük meg így, ez így meg így folyamatosan árulják, folyamatosan lehet kapni, folyamatosan veszik el a pénzt. Tehát egy elég szarházi dolog, tehát úgy betolni ezeket a dolgokat, hogy magát így a bandát feloszlatják. Kitalálnak egy teljesen más koncepciót, tehát így változtatják igazából ennek a műsornak így a dolgait, hogy a főbb kemény magnak, ami ugyebár gyerekek. Rengeteg, iszonyatosan sok kisgyerek néz most Pankrációt, lábos magyar, tehát akkor ott voltunk ezeken a meccseken. Kibaszott sok gyerek volt. 3.41. 3.45. 75 stamina. 77 stamina. 31 interle. Hát, viszont itt van Spirit. Faszom, hogy menjen rá. Ez a Spirit jója. Szóval itt pont egy ilyen izé bandából beszerváltam így egy ilyen kis adag merge-öt. És ahogy basznák szájba a kurva anyjukat rá, két hónappal megszűnt ez a felállás. Ezért a jó kurva anyátokat, hogy beleköltem, jó nem sokat, de mennyi 5000 forint környékén. Ez igazából nem sok. Jó, valakinek sok, mondjuk valakinek ez egy játék, a Steam-en. Vagy valakinek ez egy heti kajája. Hát ez így basszák meg a kurva anyjukat. Ugyanígy jártam, tehát jó, ez mondjuk egy olcsóbb dolog, volt egy női Pankrátoruk. Jó, tőle is vettem merge-öt, mert tetszett a csaj meg minden, nem is tudom már mit ilyen. Pár ezer forintos fasságot. Ilyenkor egyébként, hogyha ilyen merge-öket vesznek, akkor magát a Pankrátort, meg magát a szervezetet támogatod, mert sokan nem értik, hogy még kell ilyeneket venni. Hogyha
hogy lehet, ilyen fúk, igazából a gagyikat árulnak, mert tényleg elég szar minőségűek, a bőrcsék elég szar minőségűek. Például volt egy pólót, amit vettem, már szakadt szét a picsávat, látszott, hogy valami full olcsó szar kínai fosra nyomnak, és viszont ki 3-4 ezer forintokat kértek elérte. Nem beszélve arról, hogy ó, bazd meg, berántottam a kurva izét, hogy baszom meg az anyját. Ezeket nem szabad bántani, mert kapok egy ilyen vérzős kantert. Megölte az elementárt, azért az oda basz. Kurva édes anyja azt, jó, hogy van más. Igen, ledobta, elfelejtettem, ezek a D-tás gecik megölnek, hogyha mondjuk meglátják a karakterem az, az állatnak a vérét. Legalábbis volt régen a Lich King-es kliensben egy ilyen. Szerintem ez most is megvan, de nem akarom, mert valami egy óra még lemegy ez a counter, tehát nem lehet leadni a questet, meg ilyenek. De visszatérve izéhez, tehát ezek a mörgyökhöz, pankrációs mörgyökhöz. Fú, szar minőségű tál, például a sapka, az fú, szét van bolyhosodva az egész. Egy van egy fejkendő, az igazából a basszusgitárnak a nyakára szoktam tekerni, hogy ne porosodjon be, ugyebár a hangoló kulcsoknál. Gyakorlatilag ilyen porgátlás, tehát nem is arra használom, amire kell. Szóval érdekes. És visszatérve ez a kis csa is gondolt egyet, és akkor abba hagyja ezt a pankrációt. Csak is ott van, megvették a merge-t, nézték a meccseit, minden. Oké, mondjuk saját döntés, meg minden, csak hát... Az emberek ebbe pénzt raknak, holnap másra tudják, hogy mi az, mert nem foglalkoznak vele. És akkor fölöslegesen veszed meg a cuccokat, és ezt akartam ebből kihozni. Totálisan fölöslegesen vásárolja meg az ember ezeket. Így. Hogy nincs értelme. Mert a maga a rendezvény, maga a pankra... Mi van? Ezt hogy csináltam? Belekattintottam véletlenül? Bazd meg lehet. Kurva szállat. Mik ezt használhatnak? Kaptam érte valamit, reputációt. Jó, nem csúszom. Az is kell. Jó, elkanyarodtam az Inzel Coin-os rendezvényről, de szerintem ott nem fognak azok jó fejek. Retro kiállítás lesz. Hát meg legalább így a... Bár mondjuk itt ugye lehet a kamerázási extra pénzt kell fizetni az év miatt. Hogy a gödöllői Grassalkovics kastélyban lesz az egész. Ennek a szopatás. Az kurvára szopatás. Mármint nem a kastély, hát hanem maga a hely. Titulusa véget kellene rakat pénzt kifizetni. Mi a faszom? Mik ezek? Jajn izék! Búvárok. Leprás. Búvárok. Mik ezek? Csak slaying, tehát király. Nem kell. Mély tengeri búvárokat. De meg vagyok őrülve, hogy mi az Isten. De mérgezett tegér úgy buszkálnak föl alá. Ezek nem gnómok, a sima embere. Úgy, hogy lehet vágni a fülüket, úgy látom. Nem mindegy, és arról lesz még te igyekszem videót. Ha mondjuk van ilyen fényképezős jegy mondjuk az ilyen
múzeumokba, tehát legfeljebb megváltom azt. Mondjuk itt nálunk a városunkban is van egy-kettő ilyen lehetőség, hogy lehetne mondjuk filmezni egy-két érdekes dolgot. Bárki tudja, lehet, hogy letiltatnák a videót. Bár mondjuk a pozitív... hogy hívják dologra? Bár mondjuk azt hiszem, hülyeség. Például miskolci repülő múzeumról láttam simán ilyen GoPro-s felvételeket, tök jó volt, nem, mégse tiltották le. A vlogokat ráadásul mégis interjúolták ezeket az embereket ott. Tehát egy fúja amatőr videósok, olyan mint én, egy YouTube videósok csináltak már ott ezért videókat. Na, mondjuk azt meg akarom nézni Miskolcot. Csak hát ugyebár vonattal kéne lemenni, hogy meg van lőve, mert most jelenleg 60-nál egy évig, bár mondjuk az a 60 keleti vonal. Elméletileg újítják a pályát, de szerintem ez most Miskolc is érintve van. Hogy te ugye egy Miskolc fele megyünk, tehát szedik fel a sineket és így rakják le, hogy a picsa piros mozdonyok tudjanak menni jó gyorsan. Hát még a görögök, tehát még az aténi olimpiánál vásároltak a mávosok. Igazából annyira szarápod voltak a sinek, hogy azért jártak annyira lassan, tehát igazán nem lehetett észrevenni a V43-as mozdony meg a izők között, így a modern vonatok közti különbséget max kényelembe klímatáján. Ugyebár tök van, és így a keleti és a keleti 60 közötti vonalon elég lassan közlekedtek. Kurva lassan gyakorlatilag. A Rossinek miatt. Viszont akkor egyszer mentünk tavaly rockmaratonra, ott volt egy rész, ahol már fel volt újítva. Kelenföld és Dunói város között volt egy szakasz, ott olyan kurva gyorsan ment a vonat, hogy csak lestünk. Nem hittem el, hogy ez a fos, ez a piros szar ilyen gyorsan is tud menni. Nem szar. Csak hát... nem volt jellemző ez a MÁV, ez a fajta gyorsaság. Annyira pofázok, majd nem figyelem az oxigén mennyiség. Karakterben megdöglik a víz alatt. Ilyen hülyeség miatt meghalni, az egy blamázs lenne mondjuk. Ja, megvan a cucc, mi a fasz csinálok. Kimehetünk a faszba. Király. Totálisan szar helyre. Hát persze, hogy át kell úszni a kurva tavat, hát mégis. Milyen nap van ma, se tudom már, bazd meg. Sunday, ez a hétfő, Tuesday, szerda volt ma. Holnap csütörtök. Ilyen pénteken dolgozom. Pénteken és szombaton lesz ez a rendezvény elméletileg, aki tud, az menjen el. Nem rossz, tök fasza lesz. Aki imádja a Commodore 64-et, meg a Nintendo, vagy a Super Nintendo-t, esetleg a Sega masinákat, meg az arcade cuccokat, azoknak ott a hely. Tudom, hogy jól fogunk kocsmát, Gödöllőn tök fasza kocsmák vannak. A tök fasza ilyen azért cseh csapolcsörök is még mellé. Életem legfinomabb csapolcsörét az Gödöllőn itt a... Egyébként a múltkori makett kiállításos videó is, az is szintén Gödöllő lett fölvívva. Csoda, nem tiltották le. Bár hát mondjuk mély tettek volna ilyen. Maga a makett építés igazából nincs úgy túlságosan felhájpolva. Tehát elég szűk réteg csinálja. Amikor ott voltam ezen a kiállításon, voltak ilyen gyerek makett, tezőknek a cuccai kiállítva, de hát... én megmondom őszintén. Gyakorlatilag szinte csak felnőtt makettezett. Rengeteg 40-50 éves volt.
ezen a kiállításon. Fú, szartak rá ennyi. A mai gyerekek már maximum a szülői befolyás miatt már azok a gyerekek, akik építették a maketteket. Max ilyen szülői ráhatásra, hogy mondjuk a fater is ezt csinált, akkor a kisgyereknek is megtetszett, és akkor ő is le akarja gyűgözni a fatert alapon. Csinálta azt a fasságot, hogy beszélek a kuvára, nem fasság. Nagyon helyes, hagy makettezzenek a gyerekek. Némeknél még egy szégyeltem magamban azok, hogy gyerek, aki ecsettel festette, izi volt a makette, látszott, hogy ecsettel festette. Sokkal szebben festett ecsettel, mint én sprével, bazdmeg. A spré mondjuk nem, ellen, nem erre való. Tehát igazából elég durván lehet festeni vele, meg kurva könnyen elbassza az ember sprével, tehát mert nem is ezzel kéne, ilyen akril sprét használok. Én nem költöttem kompresszorra, meg ilyenek, meg pisztolyra. Az külön művészet azzal még megtanulni festeni. Nem, lehet elég költséges. Hát egy kis dobozka festéken, akkor azért alkoholbázisú, bocsánat, alkohol, hülyeségeket beszélek már egy este. Meghűltem az egész napi munkától. Ezek olajbázisú festékek, ezek fettek a legjobban, tehát akkor ecsettel próbálkoztam, akkor ezek jöttek be nekem a legjobb, ez 1000 forint, vagy olcsóbb helyen 900-800 forintok. Most egy ilyen tégelybe kapásból, tehát ahogy néztem, be lehet önteni az egészet. Simán ez is dobozka elfér. Max nem tudom, hogy hígítottan teszik ebbe, vagy valami, hogy úgy lenne értelme. Néztem, hogy a pisztolynak a tégeje, festékgyűjtő patronja, az fúra volt rakva mindig. És az kb. Ha nem nagyobb, mint egy ilyen kis dobozka festék, amit külön árulnak. Hihetetlen több a paraszt, bazd meg, mint ezért. Ne gyerünk vissza. Volt ez a szar Kárpátia szám, az a sok a horgász, kevés a hal, teljesen illik is hozzá, csak az a baj, hogy eltem a Kárpátiát világéletembe. Nem tudom, most ez most hogy jött ide, csak így eszembe jutott, hogy ilyen dobozka alig van, viszont hajótörött faszkalap, aki őrze, az sokkal több van, mint maga ilyen rakomány cucc, amit meg kellene szerezni. Látom, már megvan. Aha, az a totem, arra nem jöttem rá, hogy mi a fityköst kell vele csinálni. Ezt körbeutaztam azt a jéghegyet. Én megmondom őszintén, én nem tudom, hogy mi a faszt kellett csinálni. Tehát azt a questet már lehet, hogy nézek róla a videót, vagy nem tudom. Szerintem a szar helyre mentem meg. Jó, hogy nem jutok át csata nélkül. Akartam most streamet, és ilyen kurva sokan a faszt kevesen nézik. Ráadásul az FPS rovására megy. Néha még 60 FPS-en is szarom, hogy szaggat a kép, nem tudom miért. Hát, hogy én állítottam be szarul, elképzelhető. Alacsonyabb képarányban, tehát sima alap HD-ba is néha szebb minőségű streamet láttam, mint amilyet én tudok néha a Warcraft-tal. Egyébként csoda, hogy ebben még nem álltak bele ilyen azért. Meddig, vagy két ember beleállt abba, hogy
kikattingat a megérre a cuccoknak egy javarészét. Nem tudom, hogy miért zavar valakit, vagy nem tudom. Tehát, hogy hihetetlen dolgok zavarhatják az embereket amúgy. Ezt a dolgot nézd, ezt is hányas közt? 8-as közt? Elképzelhető, hogy ott a hajóroncs, itt volt ez a, akkor az a boros quest, amikor a cápa gyomrába volt ezért. Nem, itt valami elbaszott tutajos köcsögöt kell kinyírni. Mélytengeri búvárt. Ezt rámbaszt a hálót, a köcsög goblinget. És akkor most mondjuk 71-es csak. Szóval mióta már azért itt vagyok, mert egy bő hónapja, másfél hónapja. De ez is mutatja, milyen kurva keveset játszottam ezzel a karakterrel. Ami őt szomorú, mert ugye már ő egy WoW-ban, ő a fő profi attirában. A WoW-os videókban ő ilyen a Rianonból készült a legtöbb. Több ilyen videó. Több sorozatot vagy kitoltam, vagy a bajtam megunás véget. De igazából ő az, akit eddig még így folyamatosan. Bazd meg az anyád, Tolkien. Heroes is lesz. Ugyebár a Heroes videókat azt meg kell vagdosni. Meg kell nagyítani, mert valamiért az OBS iszonyatosan szarul veszi fel, nem tudom miért. Néztem így a választási eredményeket, azért az beteg, hogy a Fidesz választási csalások ellenére sem tudta megszerezni a kétharmadot. Ennek kifejezetten örülök. Ez egy kicsit jó, kicsit elégtétel. Bár baszhatjuk így, hogy így is sok fel, több került bele a... Ja, azért köcsök Tauren tapsolt már. És több került benne be a... kelleténi. De hát, kezdetnek ez se rossz. Nézzük mi van azt a kérdőjelet. Kezdetnek ez se rossz. Azért gondolj be, hogy sok románt ugyebár behívták vendégmunkára, ukrán vendégmunkára, gyakorlatilag migránsok ezek is, megélhetési migránsok. Annyi, hogy nem vágj el a torkod, mert keresztény vagy, de egyébként simán összever, mert némelyik akkora rüszű parasztdisznó, hogy arra már szó nincsen. Például a munkahely, ahol dolgozok, ott bejött egy ilyen ukrán cigány, az volt, épp hogy beszélte a nyelvet, azt mondja, hogy ő eldöntötte, szerinte ez a konzulátus, és ő jött állampolgárságot letenni. Ugyebár vagy konzulátuson, vagy polgármesteri hivatalokban lehet állampolgárságot letenni, a polgármester előtt, persze megfelelő vizsgával, hát úgy értem, hogy rátermettséggel. Rátermettség, hülyeséget beszélek már, hát tudnia kell a nyelvet, meg egy pár dolgot kötelezően, és akkor lehet letenni az állampolgárságot. Máshogy nem. És egy szó, mint száz. Azt eldöntötte, hogy ez a konzulátus. Hát mondom, barátom, 60 városban semmilyen konzulátus nincsen, csak városházak az meg. Ott le lehet tenni. Ezt még ráadásul még valamikor ilyen hajnalba jött oda a csávó. Tehát büdös volt, rendesen ki kellett szellőztetnem a csávó után, és nem menő rasszizmusból mondom, mert rasszista köcsög vagyok, nem, abszolút.
Én igazából elég toleráns embernek érzem magam, tehát így a legnagyobb bunkóság ellen is, amikor ilyen roma állampolgárok csinálnak, de toleráns tudok maradni munkahelyen, tehát ez a dolog, hogy mondjuk vovozás közben fölbaszom az agyamat, azt rage-elek egyet, meg kurva anyázok egyet, meg földhöz baszok valamit, mert azt megtehetem, mert azt én fizettem ki. Meg hát az valahol le kell vezetni a feszültséget, de hát ez munkahelyen egyértelműen nem lehet. Mindegy, elég konszolidáltan bántam vele, udvariasan elmondtam, hogy rossz helyen van. A konzulátust akar, akkor menjen le, nem is tudom, hogy onnan jött. Hú, Miskolc, hogy nem tudom, hogy mit mondom. Ön Pestet mondom, menjél Pest, Pesten biztos van konzulátus. De nem mondtam meg neki, hogy mondom, figyelj már, városháza is elég ehhez. Nem akarom magammal kibaszni. Na mindegy, és az a lényeg, hogy nagy nehezen elhúzta a belét. Az a cigány szag, ami utána volt, az olyan eszméletlen, tehát jöttek be dolgozók, hát én most saját érdekem. Érdekemet nézni, inkább ki kellett szellőztetni, azt hitték, hogy az őr a vagyonőr ilyen büdös. Ezt ugye bármely nem tehetjük meg. Mert elég ilyen, egy kis segges, elitebb helyen dolgozok. És ez nem igazán tesz jót így az ének. Szakmai előrelépésnek, hogyha iszonyat bűzön. Egy ilyen hülye miatt. Úgyhogy szépen tovább állt a csávó, azóta hál' Istennek nem is láttuk. Konzulátusban az, vagy egy kisvárosban az ki. Neki a konzulátum, a fasz az. Úr, állj le te fasz. Ó, a rohadt. Merre. Nem szabad bejelölni senkit, mert ez a faszt. Mindjárt megnézem, hogy asszisztom van. Asszisztom van. Passzívra beállítjuk. Na így már nem buziskodik. Csak vissza kell szedni majd egy leállításnál esetleg. Valamit elnéztünk. Szóval le kell menni, volt ilyen quest, hogy lementünk a mélyére, teljesen a tengerfenyék, teszem oxigén is van nálunk. Gasszisztra visszarakom. Úgy tűnik, hogy nincs itt ellenség. Hát valami buziskodni kellett. Ez aján, de hát kb. Itt lehetek. De gyerünk ide. Szarozunk, ez agresszív. Pont felénk jön. Buzi elementál. Vanyád, mi jó, hogy vízbe vagyunk, bazd meg. Nyom föl ez a köcsög. Ezek milyen volt nála. Elég lófasz. King. Valakit itt... Ugye nem ez volt az a búzi, aki... Na mindegy. Na mindegy, de leszarom. Ez nem jött össze, hát ez
Vagy bugos a quest, vagy nem tudom. Ja, fütykös lehet. Hova? Orkákat hagyjuk a gecibe. Próbáljuk vagy közöttük így ki. Kicsárdzsolni. Buzigyilkos bánákat. Az én érdekes, hogy egy jégcsapor a fejükön. Ilyet még nem öltem, most egyet kipróbálom. Úgy tűnik nem lehet. Hát mire ide ér a buzi, meg is dögrek, jó. Ráadásul még agresszív is. Úgyhogy szóval visszatérve, minden elkanyarodtam megint az eredeti témától, sajnos erre hajlamos vagyok. Az a helyzet, hogy a Fidesz úgy hozta ezt meg, hogy ukrán bevándorló, román bevándorló, plusz lefizette az analfabéta romákat, esetleg a ezéket, tehát van egy öreg asszony, egy magyar 20 ezeret kap egy szavazatért, egy cigányi mondjuk csak 5 ezeret kap egy szavazatért. Most nem osztotta a krumplit, mert elég drága, import krumpli van. Tehát import krumplit nem adnak a romáknak, ez is szánalmas, bazdmeg. Legalább a választásokon előtt legalább megzabáltatták őket, vagy valami. És még így a csalások, plusz meg a rendszer még így a Fidesz felelejtésére hozzászámolva, még így se szerezték meg a 2/3-ot. Ez az ilyen gáz, egy ilyen szintű izomállat csalás után sem voltak képesek. Pedig igazából Jobbik meg az LMP ez kurvára meggyengült, mert a választásokkor azért ők jobban szerepeltek. Elég szarul álltak. Mi hazánkosok ellopták a Jobbiktól a szavazatokat, ellopták. Igazából ők ilyen fideszizé bérencek, véleményem szerint. Bár egy mi hazánkos lehet, hogy nem azt mondaná, de szerintem kurvára az. Milyen jó jött nekik, próbálták több milliárd forintra, megbaszták a Jobbikot. Folyamatosan lehetetlenítik el, bajszos szar is, meg ezek is. És mégis egy párt tudja megszivatni így izomból a Jobbikosokat, az nem más, mint a torockait, akit kibasztak a Jobbikból. Milyen hitvány az meg azért. És így a Fidesznek így bedolgozva szétzilálja. De csak rosszat, úgy beszélnek a Jobbikról, mint hogy valami lipsi párt lenne, vagy valami. Úgy van, hogy kurvára nem eltávolodtam a WoW-tól, de azért valahogy kurva érdekesen sikerült. Hát elbasztam egy csomó időt ott a tengerfenéken, nem működött ez a quest, vagy pont ott nem azt kellett csinálni, az is lehet. Úgy viszont valami egyes ezé. Ah. Minion of Cav. Köcsök szájú goblin. Minion of Cow. Ez szóval szana szét. Szivatja így a Jobbikot mostra, ez a mi hazánk. Tényleges ezért dolgokkal nem is foglalkoznak. Fölkapnak egy ilyen ezért témát, és akkor azon lovagolnak 100 000-rel. Tiszta olyan, mintha egy porhintésről. Szóval nekem úgy tűnik, ez a mi hazánk mozgalom. Egy ti hazátok mozgalomnak szoktam nevezni őket. Ez egy porhintés. Ez egy érdekes módon pont akkor, amikor a Jobbiktól el kell venni a szavazatot. Ez egy kurva érdekes. Hoppá, én nekem ez volt a kibaszott gyönyörű.
Ez egy kurva egy jó múrja. Na és lejött a fű. Na azt lájjuk, hogy ez egy gyors. Na megcsináltuk. És pont akkor így. A jobbikot ennyire ki akarják iktatni a fideszesek. És akkor tűnik fel a Mi Hazánk mozgalom, szinte a semmiből is így ellopkodják, meg a Jobbik ellen hergelik a választópolgárokat. És úgy mondják, mintha ez milyen tiszta, igaz párt lenne. Ez hihetetlen egyébként. Hihetetlen, hogy ezt nem azt mondom, hogy akik eddig jobbikosok voltak, ezt kurvára nem veszik észre. Hogy... Mert még hogyha úgy alakult volna meg ez a Ti Hazátok mozgalom, hogy teljesen függetlenül most így mondjuk jobbikos botránytól, tehát amikor Fidesznek az akciózásain kívül mondjuk 4 vagy 5 éve alakult volna meg, akkor választási hajrá előtt például. Akkor azt mondom, hogy igen, lehet, hogy van benne valami, hogy eredeti próbának lenni. Ma mondani valamit mondtak, az annyira nem lenne teljesen szar. Csak hát szar. Így ebben a formában ez teljesen hiteltelennek tűnik. Már is nekem. Tehát meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy kurvára nem kellett volna egy politizálnom így vovozás közben. Bár ezért szeretem jobban a felvett gameplay-eket, mert jobban lehet így beszélgetek magammal, azon. Így sokkal jobb témákat hozok fel. Streamben nem biztos. Ott általában az a téma valamit a kedves néző hoz fel. Szóval valakinek esetleg megsértettem a politikai nézeteit, attól elnézést kérek. És javaslom, hogy nézzen rá a dolgok körmére, ha esetleg fideszes vagy Ti Hazátok fanatikus, akkor ez nézze át így az apró részleteket is, mert az ördög minden részletekben bújik meg. Ezzel zárulnám ugye a adást. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, legközelebb jelentkezik. Sziasztok!